Tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit a mai fórumon, amin látható, hogy nagyon nagy az érdeklődés itt Karcagon. A mai vendégünk, a mai nap és a mai este vendége Gulyás Gergely frakcióvezető úr lesz, aki már járt itt Karcagon több alkalommal, mindenképpen várjuk az ő előadását. Én azt látom, hogy Karcagon nagyon sok támogatója van a Fidesznek, nagyon nagy érdeklődése van a programnak, és akkor át is adnám frakcióvezető úrnak a szót, és majd akár válaszol is a kérdésekre. Miniszter úr is, polgármester úr rendelkezésre, szeretettel köszöntöm. Én is köszöntöm miniszter urat, polgármester urat, elnök urat és a sajtó igen tisztelt képviselőit. Gondolom az információ ismert, hogy március 8-ával megkezdődött a Fidesz országjárása. Ennek keretében a párt politikusai és a kormány tagjai több mint 240 fórumon fognak részt venni március végéig. Azt reméljük, hogy a lehető legtöbb közvetlen találkozásra lesz lehetőség. És Karcag pedig egy kiemelt fontosságú hely, és ez a választókerület is egy rendkívül fontos választókerület, ahol Kovács Sándor elnök úr, közgyűlési elnök úr nagy elődök nyomába lép, hiszen akit itt megválasztott a képviselőnek a közelmúltban, az mind miniszter lett. Varga Mihály miniszter úr, illetve Fazekas miniszter úr is egyéni képviselőjelölt volt itt, tehát nagy elődök nyomába lép Kovács Sándor elnök úr, és azt reméljük, hogy ő ebben a választókerületben ugyanolyan magabiztos győzelmet fog aratni, mint ahogy ezt miniszter urak is tették korábban. Ha vannak kérdések, akkor örömmel állunk rendelkezésre, a miniszter úrnak átadnám még a szót, és utána, ha vannak kérdések, válaszolok. Köszönöm. Tisztelt hölgyeim és uraim, én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszöntöm frakcióvezető urat, Gulyás Gergely képviselő urat, aki ellátogat a Karcagra. A karcagi nagykun polgári kör rendezvényei már hosszú idő óta teltház mellett nagy érdeklődéssel kísérve zajlanak. Itt a közélet aktuális problémáival általában nagyon nagy terjedelemben, részletekben menően szoktunk foglalkozni, és nagyon sok kérdés is van. Én bízom abban, hogy a mai alkalom is hozzájárul ahhoz, hogy az emberek világosan lássák azt, hogy április 8-án nagyon fontos kérdésekről kell dönteni. A legfontosabb az, hogy Magyarországot meg tudjuk-e tartani Magyarországnak. Ezért kell elmenni lehetőleg minél több olyan embernek szavazni, akinek fontos a hazasorsa, és számítunk arra, hogy Karcagon csak úgy, mint az eddigiek során, ezúttal is a Fidesz-KDNP szövetség fog győzni. Egyenlőre ugye két napja tart az országjárás, tehát az első visszajelzésekről tudok csak beszámolni. Egyrészt megtisztelően nagy az érdeklődés. Annak nagyon örülünk, hogy 8 év kormányzati munka után ilyen aktivitást tapasztalunk azok között, a választópolgárok között, akik vagy kíváncsiak a mi véleményünkre az ország sorsáról, vagy pedig kifejezetten támogatnak is bennünket. Számtalan nagyon fontos téma van, az ország biztonsága és a migráció témaköre komoly érdeklődésre tart számot, talán a legtöbb kérdés, az én személyes tapasztalatom is ez volt a zuglói fórumon, az ezzel kapcsolatosan merült föl, de érdekes az is sokak számára, hogy milyen eredményeket sikerült az elmúlt 4 évben, illetve az azt megelőző 4 évben, immáron 2 kormányzati ciklusban a kormánynak elérnie, mi az, amire a következő 4 évben számítani lehet, illetve az ellenzék is sokszor ad elegendő témát, ezek a vidám percei ezeknek a beszélgetéseknek. Mi azt sokszor elmondtuk, hogy a migráció kérdésének a jelentősége az azért rendkívül fontos, mert hogyha azt valaki egyszer elhibázza, akkor utána már nem lesz lehetőség jóvá tenni. Ezt látjuk a környező országokban, főleg tőlünk nyugatra lévő országokban, és különösen azoknak a nagyvárosaiban. Ráadásul minden eredmény csak akkor értékelhető, hogyha a biztonság az adott, és ez a bevándorlás politika, a kormány bevándorlás politikája volt az, ami Magyarországon a biztonságot szavatolni tudta. Emellett pedig természetesen szeretnénk, hogyha az elmúlt 8 évre jellemző eredményeket tovább vihetnénk. Önmagában az, hogy ma van egy kiegyensúlyozott költségvetés, az nem csak egy elvont makrogazdasági adat, hanem ennek köszönhető, hogy egyébként Európai Uniós támogatásokhoz hozzájuthatunk. Hogyha visszagondolnak, akkor
az a túlzott deficit eljárás, amit a szocialista liberális kormány örökül hagyott, az veszélyeztette azt, hogy Magyarország hozzájuthasson a bennünket megillető pályázati forrásokhoz. A költségvetési egyensúly ezért fontos. A gazdasági növekedés azért fontos, mert akkor van lehetőség rezsicsökkentésre, akkor van lehetőség a fizetések emelésére és nyugdíjemelésre is, hogyha a gazdasági növekedés az hosszú távon adott. Ezért is nyilatkozott a miniszterelnök arról, hogy az ő személyes vállalásai között szerepel, hogy a következő 4 évben is 4% körüli növekedés az Magyarországban minden évben garantált legyen. A kampány utolsó heteiben az ellenzék abban érdekelt, hogy minden ügyből hisztériát keltsen. Pontosan tudjuk azt, hogy Semmén Zsoltnak testvére és unokatestvére is Svédországban élnek. Azt is tudjuk, hogy Semmén Zsolt szeret vadászni, és amikor Svédországban meglátogatta a saját családját, akkor vadászott is. Nem látom, hogy ez mennyiben adna okot a mentelmi jogi, vagy a mentelmi bizottságban bármilyen vizsgálatra. Mi minden választópolgárnak szeretnénk a bizalmát kiérdemelni, és úgy gondoljuk, hogy egyetlen pártnak sem hisz bizalmánya, egyetlen egy választó sem. Tehát azt reméljük, hogy április 8-áig lesz lehetőségünk arra, hogy a választópolgárok előtt egyértelművé tegyük, hogy mit sikerült elérni, mi az, amit mi vállalni tudunk a következő évekre, és arra számítunk, hogy a lehető legnagyobb támogatást ennek alapján megkaphatjuk, és mi minden választópolgárhoz szólni szeretnénk. Ha valaki ma megnézi a magyar sajtóban megjelenő cikkeket, akkor anélkül, hogy egyes médiumokat itt nevesítenék, valóban nagyon sok álhír megjelenik. Az, hogy valaki erre rávilágít, akár a kormány oldalról, én ebben nem látok semmi kivetnivalót. Minden alkalommal a választásokat követően, amikor a szükséges ajánlások a képviselőjelölteknek összegyűltek, akkor mi igyekszünk valamennyi szimpatizánssal, a Fidesz támogatóval kapcsolatba lépni, és ennek keretében gyűjtünk legálisan az adatvédelmi hatósághoz bejelentett formában aláírásokat, ami most Védjük meg Magyarországot címmel történik. Mindenki számára ismert, az is eddig is így volt, hogy ebben a 2-3 hétben szeretnénk minél több választóval közvetlen kapcsolatba lépni. Szerintem minden pártnak ez lenne a feladata egy ilyen választási kampányidőszakban. Kár, hogy egyenlőre ezt csak mi tesszük. Konkrétan azt tudom mondani, hogy mi minden választóval kapcsolatba lépünk, és aki megadja az adatait, annak természetesen utána, ha e-mail címet ad, akkor tudunk különböző anyagokat küldeni, tehát egy normál, ugyanúgy használjuk, de a többi párt használja a saját adatbázisát, ez legális keretek között, mondom, az adatvédelmi hatóság jóvágyásával történt.